Sziasztok! Hogyha ti is azok közé tartoztok, akik festettek az iskolában színkört, akkor jó eséllyel már forgatjátok a szemeteket a mai videón. A színkörfestés majdnem minden festő rémáma, és nagyon sokáig én sem foglalkoztam vele, mindaddig, ameddig rá nem jöttem, hogy ez az egyik legjobb módja annak, hogy megismerjem a festékeimet. Úgyhogy ha úgy érzitek, hogy tartogat még számotokra kihívásokat a színkeverés, akkor próbáljátok meg félretenni az idegenkedést, és gyertek velem színkört festeni! A videó végén majd arról is beszélünk, hogy mi mindenre tudjátok használni az elkészült színkörötöket, úgyhogy mindenképp maradjatok a videó végéig. Mielőtt belevágunk, azt szeretném elmondani, hogy a színek működéséről készítettem már néhány videót. Az alapdolgokról persze fogok ma is beszélni, de szerintem sokat segíthet, hogyha ezeket megnézitek, mielőtt elkezditek a mait, mert jobban fogjátok érteni, hogy mit is csinálunk, úgyhogy ezeket belinkelem ide a videó alá. A blogomon találtok egy letölthető sablont a színkörhöz, ezt is belinkelem ide alulra, de nyugodtan dolgozhattok sablon nélkül is, csak annyi a fontos, hogy egy kört osszatok 12 szeletre, és minden negyedik szeletet felezzetek el, ezekre fogjuk tenni a három alapszínt. A színkört nagyjából valós időben fogom festeni, tehát nincs begyorsítva a videó, így egyrészt ti is tudtok velem párhuzamosan dolgozni, másrészt közben végig is tudom magyarázni, hogy mi is történik, és mire érdemes figyelnetek, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit félúton leszünk az ilyen pörgősebb videók és a live formátum között. A festéshez tehát legyen nálatok az akvarellpapírra felrajzolt színkör, akvarellfesték, egy nagyobb akvarellhez való ecset, víz, papírtörlő, egy tányér, amin keveritek a színeket, és esetleg egy próbalap, de igazából maga a festés is egy próbalap, úgyhogy ez most itt nem olyan fontos. Ami a festéket illeti, a legjobban akkor jártok, hogyha a három alapszínből, tehát a sárgából, a pirosból és a kékből is van hideg-meleg variációtok, de hogyha nincs, akkor ezeket majd megpróbáljuk becsalni. Én most a Winsor & Newton tubusos festékeimet fogom használni, mert ezek azok, amikből tényleg csak ez a hat árnyalatom van, de hamarosan végigfestem majd ugyanezt a színkört az anilines festékeimmel is, abból majd láthatjátok, hogy színkört igazából bármilyen festékből lehet festeni. No hát, legelső körben ki fogok nyomni a festékeimből egy keveset ide a tányéromra, és ezekkel fogok dolgozni. Az akvarell festékből abszolút nem kell sok, aztán maximum majd utána töltünk, hogy elfogyott. Ez a három alapszínnek a hideg-meleg variációja. Ez azt jelenti, hogy van nekem egy ilyen kicsit zöldes árnyalatú hidegebb sárgám, és egy kicsit narancsosabb árnyalatú ilyen melegebb narancsos sárgám. A pirosból is kettő van. Van egy picit ilyen narancsosabb hajló vörös, ilyen élénkvörös, és van egy kicsit ilyen rózsaszínbe hajló, hidegebb, árnyalatú pirosom. A kékekből is van egy icipicit ilyen zöldes, árnyalatú, hideg kékem, ez itt most nem látszik, mert sötétnek tűnik, és van egy meleg, árnyalatú kékem, ami pedig ilyen ultramarinos. Na, ezeket fogom először feltenni, méghozzá úgy, hogy a világosabb színekkel fogok haladni, tehát legelőször ezt a zöldes, árnyalatú sárgát fogom feltenni. Ugye az akvarell festéket azt erősen szoktuk vizezni, úgyhogy semmi szükség nincs arra, hogy nagyon töményen vigyük fel, sőt, és itt az első, az nekem itt fölül lesz a sárgám, és ebbe az irányba fogok majd a zöldekkel haladni, tehát ebbe az irányba teszem a hidegebb árnyalatú sárgámat. Most kimosom az ecsetemet, és jöhet mindjárt mellé a meleg árnyalatú sárga. Ugye ez itt a palettán ilyen narancsnak tűnik, de hogyha erőteljesen vizezem, amit ugye az akvarellnél mindenképpen szükséges, akkor egy kifejezetten ilyen tojás sárgája árnyalatú, ilyen melegebb citrom árnyalatnak kellene itt kijönnie, de természetesen ez függ attól, hogy ki milyen festékekkel dolgozik. Mivel nekem itt a hideg árnyalatú sárgám még nem teljesen száraz, ezért nem érintem hozzá ezt a melegebb árnyalatú sárgát, mert akkor biztos összefolyna a két szín, ami egyébként abszolút nem baj, csak én most itt
nem erre vágyom feltétlenül. No, hát ezek az élénk árnyalatú sárgáim, és most megyek tovább a pirosokkal. No, itt a melegebb árnyalatú pirosom, tehát ez, ami egy kicsit a narancssárgába hajlik, ezt így ránézésre egyébként elég nehéz megállapítani. Ezt alapvetően én már tudom korábbi gyakorlataimból, hogy ez egy melegebb árnyalatú piros, de mindig, ami egy kicsit a narancssárgába hajlik, az szokott mindig a meleg árnyalatú lenni, innen lehet tudni, hogy melyik, és ez lesz az, amit a sárgához közelebb teszek, tehát a ketté osztott kis boxomnak a sárga felüli oldalára teszek. És most jön itt a hidegebb árnyalatú pirosom, ez egyébként egy alapvetően rózsaszín festék, de azt kell tudni, hogy a hidegebb árnyalatú piros az mindig egy kicsit a rózsaszínbe fog hajlani, tehát egészen pontosan így a lila felé közelít, és így tudunk igazán élénk lila színeket keverni, hogyha van egy ilyen árnyalatunk. Elég erőteljesen látszik a különbség, tehát hogy ez majd, hogy nem ilyen magentába hajló történet, van lehet, hogy van, aki nem is pirosnak hívne, de most nekünk itt a három alapszínhez ez a hideg pirosat fogja megtestesíteni, és akkor már csak a kékek maradtak. Na most a kékek közül ugye van egyrészt ez a melegebb árnyalatú kékünk, ez az ultramarin kék. Onnan tudjuk, hogy melegebb árnyalat, hogy egy kicsit így a lilába hajlik. Vagy hát közelebb áll a lilához, mint a másik kékünk. Ezt talán majd akkor jobban látjátok, hogyha már egymás mellé lesznek festve. És ez a kicsit lilásabb árnyalatú kék lesz az, ami közel esik a piroshoz, tehát ami az osztott kis boxnak a piroshoz közelebb eső részén lesz. Most meg kimosom az ecsetet, és akkor jöhet ez a kicsit zöldesebb árnyalatú kék. És ez fog a kékeimnek a zöldebbik oldalára esni. Ugye azt figyelhetjük meg, hogy ezen a színkörön, ugye itt fognak majd a zöldek megjelenni, tehát a sárga és a kék keverékéből, és ezért tettem a zöldesebb árnyalatú hideg kékemet a sárgához közelebbi oldalra. No, és akkor elindíthatjuk a keverést. Én azt gondolom, hogy először a narancssárgákkal fogunk indítani, és a következőt fogom csinálni. Ugye ahhoz, hogy a legélénkebb narancsokat kapjam, ahhoz ezt a meleg árnyalatú sárgát kell a meleg árnyalatú pirosommal összekevergetni. Úgyhogy ehhez most azt fogom csinálni, hogy ugye a legvilágosabb szín a színkörön az a sárga. Ez azt jelenti, hogy ha egy ilyen középárnyalatú narancsot szeretnék, akkor biztosan nem egy az egy arányban kell összekevernem a sárgát és a pirosat. Tehát a sárgából a világosabb árnyalatú színből mindig többre lesz szükség. Úgyhogy ezért fogom azt csinálni, hogy fogom ezt a meleg árnyalatú sárgámat, ebből kiteszek ide egy újabb rekeszbe egy keveset, és ebbe fogom fokozatosan adagolni majd a pirosomat. Ez ugye a meleg árnyalatú pirosom, és ebből lesz egy ilyen meglehetősen élénk narancsos árnyalat, és ez lesz majd, amit ide a középre fogunk betenni. Én személy szerint jobban szeretek úgy haladni, hogy mindig a középtől, tehát mindig a nagyobb elemektől a kisebb részletek felé, és ezért van az, hogy nem fokozatosan haladok itt a világosabbtól a sötétek felé. Alapvetően ez lenne az ideális, hogy valószínűleg, hogyha fokozatosan adagolnánk egyre több pirosat a narancshoz, és akkor így kerülnénk egyre közelebb ehhez a meleg árnyalatú piroshoz, de én jobb szeretek inkább a nagy elemektől a kisebb részletek felé haladni. Úgyhogy ezért van az, hogy először ezt a középárnyalatot tettem föl, bár egyébként ez lehet, hogy egy kicsit közel került a citromos árnyalathoz, úgyhogy még egy keveset módosítok rajta. Itt egyébként abszolút nem lényeges most azt szerintem, hogy a vízmennyiséggel hogyan dolgozik az ember, itt a színeknek a keveréke lenne az, ami fontos. Na, ez lesz nekem a közép narancsom, és most keresnem kellene egy olyan árnyalatot, ami e között a kettő között van, ez fog ide kerülni ebbe a boxba. Meglátjuk, hogy ez hogyan működik, vagy működik-e. Hogyha nem működik, akkor maximum majd változtatunk a
ezen az árnyalaton. Én most ehhez adagolok a narancsomhoz még plusz sárgát. Alapvetően mindig a sárgához kéne adagolni a pirosat, de mivel volt itt nekünk egy közép narancsunk, ezt úgy tudom jobban elvinni a sárga felé, hogyha ugye plusz sárgát adagolok hozzá. Közben igyekszem nem belenyúlni a felületembe, ez nekem nem mindig szokott sikerülni, csomószor elkenem, itt bele is nyúltam egy picit a kékbe, de ez nem a világ vége. Ó, ez egy elég ilyen intenzív, kicsit hidegebb narancs árnyalat lett, én ezzel most elég boldog vagyok. No, és akkor a következő lépésünk, hogy egy jó kis pirosas narancsot tudjunk ide beállítani, a piros és a ilyen jó kis vöröses narancs árnyalatot. Ehhez semmi más nem csinálok, mint fogom, és a pirosból most jó bőven hozzákeverek ehhez a sárgához, és akkor megnézzük, hogy ebből mit sikerül előállítani. Ugye ne felejtsük el, hogy bármikor lehet módosítani, ez most nekem egy picit közel esik az eredeti pirosomhoz, úgyhogy semmi probléma, teszek egy keveset hozzá még ebből a sárgából, és akkor ez módosítja a színt. Ameddig nedves a felületem, addig nyugodtan tudom a papíron is módosítani a színeket, tehát nem kell a tökéletes színt a tányéron előállítani, hogyha nedves a felület, akkor mármint a papíron lévő felület, akkor ezt gond nélkül tudjuk még módosítgatni egy kicsit. Amikor már megszáradt, akkor ez már egy kicsit macerásabb, ugye az akvarellnek az átlátszósága miatt nem olyan könnyű ezeket a felületeket módosítani. Oké, és ezzel nekem kb. Meg is született ez a vöröses árnyalatú narancsom. A következőkben a zöldekkel fogunk tovább haladni. Ugye az történik most, hogy a világostól a sötét színek felé haladunk. Azt említettem, hogy a legvilágosabb szín a színkörön a sárga, a legsötétebb szín vele szemben a lila árnyalat lesz, tehát a másodlagos színek közül, tehát a narancs, a zöld és a lila közül a legvilágosabb a narancs, következő a zöld és a legsötétebb pedig a lila. No, hát lássuk, hogy mi történik ahhoz, hogy élénk zöldeket tudjunk előállítani. Az élénk zöldekhez ugye a hidegebb sárgát és a hidegebb kéket kell nekünk összekeverni. Na itt, amit az előbb eljátszottunk, az hatványozottan fontos, hogy ugyanígy járjunk el, hogy a sárgához, tehát a hidegebb árnyalatú sárgához adagoljuk a kéket. Ez azért különösen fontos, mert ugye itt is már előkerült az, hogy a piros az sötétebb szín, mint a sárga, viszont a kéknél ez még dominánsabban előkerült. Tehát, hogyha egy az egy arányban keverem össze a kéket meg a sárgát, akkor szinte esélytelen, hogy valamilyen zöldet kapjak, ebből teszünk még ide is egy keveset, mert erre még szükség lesz. Esélytelen, hogy valamilyen zöldet kapjak, mert annyira le fogja dominálni a kék a sárgát, hogy kb. Csak egy picit hidegebb árnyalatú kéket fogunk kapni. Megint ezzel a középzölddel fogjuk megpróbálni indítani, és ezért is tettem ki két rekeszbe a sárgát, hogy majd egy sárgás zöldet azt könnyebben tudjunk előállítani. Lehet, hogy ez már most egy kicsit túl sok kék lesz, de így most fokozatosan elkezdem adagolni hozzá. Ebben még simán mehet a sárgából, és akkor egy ilyen közép árnyalatú zöldet szeretnénk eltalálni, ami se nem túl kék, se nem túl sárga. Ez egy, szerintem egy kicsit szubjektív folyamat is, tehát nem mindenki fogja ugyanolyannak látni a közép árnyalatú zöldet, úgyhogy, és azért teszek bele plusz pigmenteket, mert egy kicsit nekem ez még nagyon világos, de talán ezzel most így valahogy meg vagyok elégedve, mondjuk így, és akkor ez lesz nekem ez a közepes árnyalatú zöldem. Ez az a legélénkebb zöld, amit ezekből a festékekből én elő tudok állítani. Ennek ugye a két oldalán majd lesz itt egy sárgásabb árnyalatú zöld, a kék felé eső oldalon pedig egy kicsit kékesebb árnyalatú, ilyen hidegebb zöld. Ez nagyon sokáig lehet játszadozni azzal, hogy az ember milyen arányban kevergeti a színeket. Itt már látszik is nekem, hogy itt be is zöldült a színpalettám egy kicsit. És ami miatt kitettem ide ezt a sárgát, hogy most ezt a sárgás zöldet, ezt úgy fogom elérni, hogy fogom ezt a zöldet, és ebből fogok belekeverni egy keveset a sárgába, és már meg is kaptam egy ilyen neonossabb árnyalatot, mindjárt papírra téve is megnézzük. Ez már most egy ilyen sokkal neonossabb árnyalat, ugye látszik az, hogy ebben is volt sárga, és hogy
milyen kevés zöld is mennyire elvitte az árnyalatot ebbe a már zöldes irányba. Tehát, hogy a sárgából mindig sokkal-sokkal több kell, mint a zöldből. Ebbe simán tehetünk még egy keveset a sárgából, én úgy érzem, hogy egy picit ez még simán lehetne a sárgásabb irányba elmenve. Ugye ez már itt van a papíron, de semmi probléma. Én most kitettem ide egy keveset a sárgából, és csak sima natúr sárgát így bele fogok pötyögtetni a felületbe, meglátjuk, hogy ez valamilyen változást elére. Ezt hívjuk egyébként úgy, hogy színkeverés a papíron, tehát ameddig a felület nedves, addig nyugodtan bele lehet pötyögtetni színeket, és ez össze fog keveredni azzal a színnel, ami a papíron van. Általában a világosabb színekhez szoktunk sötétebbet pötyögtetni, tehát a zöldbe sárgát pötyögtetni, az nem mondanám, hogy akkor ez szempontból a legideálisabb megfejtés, de most nekem erre ez fért így bele. Na és a következő, ugye, amit még szeretnénk, az egy ilyen hidegebb árnyalatú zöld, amihez annyit fogok csinálni, mert már itt nekem ki is alakult valami, úgyhogy megnézem, hogy ebből tudok egy ilyen hideg zöldet csinálni. Hát ez inkább kék. Akkor inkább úgy itt csináljuk, hogy fogjuk, itt van zöld ebben a rekeszben, és ebbe fogok belekeverni a kékből valamit. Ez egy ilyen, hát egy ilyen türkiszes árnyalat. Igazából annyi történik csak, hogy sokkal több a kék benne, mint mondjuk akár ebben a zöldben, értelemszerűen akár ebben. Ez egyébként egy nagyon, nagyon különleges szín, azt gondolom, és barnával keverve viszonylag sokat használom, ilyen nagyon szép természetes árnyalatú ezüstös zöldeket lehet vele előállítani. Na most legyetek arra felkészülve, hogy nektek nem biztos, hogy ugyanilyen színeitek lesznek, sőt, tehát Isten igazából itt mindig a festék márkától függ az, hogy, illetve hát a konkrét pigmenttől, hogy milyen árnyalatokat tudtok kikeverni, és ezért is nagyon hasznos a színkörfestés, mert így megismeritek egy kicsit jobban a festékeiteket, és tudjátok, hogy mik azok a színek, amiket elő tudtok belőlük állítani. Na és igazából az utolsó blokkunk, ugye a lilák. A lilák szoktak általában a legtrükkösebb lenni abból a szempontból, hogy amikor élénk színekkel dolgozunk, sokszor még azok is tompára keverednek. Úgyhogy most megnézzük, hogy ezek a többé-kevésbé élénk akvarell festékeim, amik vannak, ezek mennyire fognak tompa lilákat eredményezni. Itt ugye megint a piros lesz a világosabb színem, a kék pedig a sötétebb. Éppen ezért ebben a hideg, rózsaszínes árnyalatú pirosba fogok fokozatosan adagolni kéket, úgyhogy fogom a rózsaszínes pirosomat, ide ki fogok tenni belőle, sőt, kiteszek ide a másik oldalra is, ez lesz majd, ami a vöröshöz közelebb esik, és ebbe fogom adagolni az ultramarin kékemet, tehát a melegebbik árnyalatú kékemet, és megnézzük, hogy ebből mennyire tudok élénk lilát kapni. Megint a közepes, ilyen középárnyalatú lilát próbálom meg először előállítani. Ez lesz az, ami a sárgával nekem pont szemben lesz. Azt gondolom, hogy többé-kevésbé egy viszonylag élénkebb lilát sikerült előállítanom, legalábbis ahhoz képest, ami korábbi színkörfestő gyakorlataimon elő szokott kerülni. Nálam mindig a lila a legkönnyebben eltompuló szín, az az, amit a legnehezebb nekem élénk árnyalatúra előállítani. És ez a közép árnyalatú lilám itt a lehet, hogy a videón ez egy picit tompábbnak tűnik, de valóságban viszonylag élénk színű. Na most ezzel fogom folytatni, a világosabbik, illetve az ilyen püspök lilába hajló árnyalattal, és ezt úgy fogom most csinálni, hogy hát fogom a vörösömet, és megpróbálom ezt módosítani, meglátjuk, hogy mi történik. Azt gondolom, hogy sikerült egy ilyen májvás árnyalatot generálnom. Mindjárt felfestem, és akkor látjátok, hogy pontosan miről van szó. Még talán egy kicsit több kék is mehetne bele tulajdonképpen. De hogy egy ilyen valami püspöklila árnyalatot próbálok meg ide tenni, ez az, ami ugye, ez egy harmadlagos szín egyébként, ez az, ami kb. Félúton van nekem a piros, meg a közép lila között. Na és az utolsó elemünk az ugye a kék és a lila közé eső ilyen ibolya szín árnyalat lesz. Ehhez most már csak annyit kell tennem,
hogy megpróbálom a kékből bekeverni. Azt hiszem, hogy nekem itt elfogyott egy kicsit az ultramarinom, úgyhogy ebből simán rápótolok egy keveset. Ez mindig egy nagy kérdés, hogy mégis mennyit nyom ki az ember a kubusából. Én ezért is szeretem egy kicsit jobban a szilkés festékeket, mert ott bármikor csak bele kell nyúlnom a festékbe, és már is tudok vele dolgozni, nem kell ezen gondolkoznom, hogy mennyit nyomjak ki. És ebből ez egy ilyen igazi ibolya színű árnyalat. Még egy hangyányit lehet kékebb. Sokszor a papíron érzékeli az ember, hogy mennyire esik közel itt a két árnyalat egymáshoz. De egy ilyen kékes lilát próbálok meg előállítani. És igazából ezzel kész is van a színköröm. Ezek azok az árnyalatok, amiket a legélénkebben tudok előállítani ezekből a festékekből. Színkört festeni persze nem csak azért hasznos, mert megértitek, hogy specifikusan a ti festékeitek hogyan működnek, hanem azért is, mert gyakorlatban értitek meg a színkeverésnek ezeket az általános szabályait, úgyhogy innentől már nem kell megvenni a szivárvány minden árnyalatát a boltban, hanem 8-10 színből bármit már ki tudtok keverni. A színeknek 4 fontos tulajdonságuk van, ebből 3-at már le is tudtok olvasni az elkészült színkörről. Egyrészt van egy árnyalatuk, tehát hogy milyen arányban tartalmazzák az alapszíneket. Itt olyanra kell gondolni, hogy ha tudjátok, hogy például egy sárgászöldet szeretnétek kikeverni, akkor milyen arányban adagolnátok a sárgát a kékhez, vagy akár a zöldhöz, hogy az adott árnyalatot kapjátok. Emellett van egy világosságuk, aminek az ismerete megint abban segít, hogy tudjátok, hogy milyen arányban érdemes keverni az árnyalatokat. A színkör legvilágosabb színe a sárga, a legsötétebb pedig a lila. A piros és a zöld azok nagyjából hasonló világosságúak, a kék pedig sötétebb, mint a narancs, vagy akár a piros. Ez a gyakorlatban megint abban segít, hogy amikor színt kevertek, akkor hogyan adagoljátok az egyes árnyalatokat. Ha például egy ilyen közepes árnyalatú narancsot szeretnétek, akkor abban biztosan jóval több sárga kell, mint amennyi piros, mert a piros sötétebb, mint a sárga, ezért, hogyha egy az egy arányban kevernénk őket, akkor a piros teljesen elnyomná a sárgát. Jellemzően mindig a világosabb színhez érdemes fokozatosan adagolni a sötétebbet, amikor színt keverünk, mert a világosabbból mindig sokkal több kell. És végül a színeknek van egy színhőmérsékletük, tehát hogy hideg vagy meleg színekről beszélünk. Jellemzően nekem ebben szokott a legtöbbet segíteni a színköröm, mert ránézésre ugyan meg tudom állapítani, hogy egy zöld például hideg vagy meleg zöld, de amikor tompítani próbálok a színeken, vagyis komplementereket keverni, akkor a színköröm a legnagyobb segítségem, hogy lássam, hogy mi az, ami egy adott színnel pont szemben helyezkedik el a színkörön. És ezzel el is jutottunk a színek 4. tulajdonságához, ami az élénkség, vagy más néven telítettség. Ez lesz az, amivel a legközelebbi alkalommal mélyebben fogunk foglalkozni, mert ez egy viszonylag komplex és nagyon érdekes téma, ezért külön videót szeretnék szánni neki. Ezt a színkört fogjuk újra elővenni, úgyhogy ne tegyétek nagyon messzire, inkább okozzátok fel az íróasztalotok fölé, hogy ha bármikor elakadtok valamivel, akkor tudjatok puskázni. Ne felejtsétek el megnézni a korábbi színkeverős videóimat, ide is linkelem őket, mert azok segíthetnek feldolgozni ezt a sok tömény információt, ami ma elhangzott. Hogyha tetszett a mai, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, mert ez segít abban, hogy több emberhez jussanak el a videóim. Köszi, hogy itt voltatok ma, és gyertek máskor is. Sziasztok!